vagyok, nem értem, hogy mi nincs rendben a hajamban. Ápolom, különböző maszkokat teszek rá, és továbbra is olyan, mint a szalma. Ez azért van, mert szőke a hajad. Ha szőkére fested, olyan lesz, mint a szalma. De azt, Jabi, ezt nekem szántad? Nem, Knopa, a te hajad szépen ápolt. Tudom, ezért te vagy rosszat a szőkékről. Hoppá, Knopa, elfelejtettem, hogy parókád van. Elegem van. A kedvenc dobozom. Szeretem, amikor tele van. Azt a Diana, neked mennyi pénzed van? Ezt mind megspóroltad? Igen, csajok, megspóroltam. Ez a szüleim ajándékára lesz. Ez pedig a húgom ajándékára. Ezt pedig kocsira gyűjtöttem össze. Hát nem, menő csajok? Menő, Diana. Diana, milyen kocsit szeretnél? Hát egy kocsira, Diana, ez túl kevés. Csajok, szeretnék magamnak egy olyan masinát, mint ami a szüleimnek van, nagyot. Csak fehéret vörösülésekkel, már el tudom képzelni, hogy passzolni fog hozzá. Diana, te tudod, mennyibe kerül a kocsi? Sosem fogsz összegyűjteni eleget. Diana, Tinik nem vezethetnek ilyen autót, ez túl sok nekik. Csajok, nem értek semmit, kételkedtek bennem. Csajok, én leszek az első Tini ilyen kocsival. Igaz, még össze kell gyűjtenem a pénzt, de van egy ötletem, velem tartatok? Na, hadd halljam. Lajla, Lajla, mit beszélnek ott? Azt hiszem, Diana azt mondta, hogy neki lesz a vala a legjobb kocsia. Ó, azt a... Diana, hogy tervezed megkeresni a pénzt? Az lehetetlen. Egyáltalán hogy szedsz össze ennyi pénzt kocsira? Csajok, nem reális. Számomra minden nem reális. Szóval velem vagytok? Én igen, de ha megveszed ezt a kocsit, akkor vinni fogsz minket a suliba. Hát mi a terved, hogy gyűjtöd össze a pénzt? Bármi is az nem fog sikerülni. Csajok, akadémiát nyitunk a szépségeknek. Mi? Egyáltalán ki jönne ide? Méri, hogy ki? Az iskola tanulói. Minden lány szeretne híres és gyönyörű lenni, és mi megtanítjuk őket. Pénzért. Egyezünk! Na csajok, megalkotjuk a tervet? Keressünk pénzt. Na, mi történik? Jana, elhiszed? Akadémiát akarnak nyitni a szépségeknek, hogy pénzt keressenek új autóra. Ennyi volt, nekünk is kell kocsi, Lajla. Igen, Jana, kell. Mi is nyitunk akadémiát, de patkányoknak való akadémiát. Így van, Lajla, te brilliáns vagy. Igen, tudom, gyerünk. Nekünk is lesz kocsink. Igen, Jana, fehér kocsi piros ülésekkel. Patrik, mit gondolsz? Melyik ruha fog jobban passzolni az új körmeimhez, a sárga vagy a kék? Gigi, hát a kékben vagy a legszebb. De Patrik, a sárga a legjobb. Hát akkor a sárga. Esetleg a piros? A pirosban is szép vagy. Vagy esetleg a zöld? A zöldben is gyönyörű vagy. Várj, Patrik, nem is érdekel? Szerinted minden színben szép vagyok? Gigi, te nekem szép vagy bármilyen ruhában. Patrik, de csak egy ruhát választhatok, csak egyet, érted? Akkor a piros, Gigi. Oké, Patrik, tudtam, hogy a piros fog neked a legjobban bejönni. Nos, Júlia, vannak eredmények? Hát, Brovaszti, írtam egynek, és azt mondta, hogy széles szemöldökeid vannak, de ő nem szereti az olyanokat. Én is írtam egynek, azt mondta, hogy szereti a kopasz alakokat. Szóval a ti randi oldalaitokon sosem fogok találni barátnőt. Kár, egyedül leszek életem végéig. Brovaszti, miért egyedül? Dóra válaszolt. Miért nem akarsz vele randizni? Mert nem szereti a vörös hajúakat. Igen, unalmasak. Dóra, Dóra, találj nekem normális nevűt. Ó, Brovaszti, találtam. Fedóra. Júlia, ne piszkálj már. Mi nincs rendben vele? Kostya, mi nincs rendben veled? Kostya, miért tudtad a szekrényemet? Ne bántsátok, rosszul érzi magát. Skacok, hogy viselkednétek, hogyha a barátnőtök átverne? Mi? Karina szakított veled? Kostya, egy lány szakít veled, akkor keresned kell egy újat. Miért, gyávácska? Miért legyen egyedül? Nem szakított velem, de kijátszott. Egy nagy csokorvirággal vártam 2 órán keresztül, kint a hidegben, és akkor csak felhívott, hogy bocsi, anyukám, nem enged el, de én tudom, hogy az anyukája nincs otthon. Kostya, nem véletlenül Dórának hívják? Milyen Dóra? Karina. Á, Karina. A Szépségek Akadémiája. Hát csajok, sok szerencsét nekünk. Sok szerencsét. Szerencsét. Diana. A Patkányok Akadémiája. Sok szerencsét nekünk, Lajla. Jana, a szerencsem mindig velünk van. Patkányok Akadémiája? Mi? Hogy tudtátok? Ők mindig hallgatóznak. Megérzés. Nem fognak menni a Szépségek Akadémiájára. Ebben az időben senki sem szeretne szépség lenni. Most mindenki toxikus akar lenni. Diana, ne legyél ideges. Csajok, ők hogy tudtak erről? Hogy? Szépségek Akadémiája és a Patkányok Akadémiája. Fú, micsoda dac!
Dima, te és én olyan jó páros vagyunk, még az én anyukám is ezt hiszi. Minden barátom azt mondja, hogy tökéletes páros vagyunk, még a mamám és a papám is így gondolják. Dima, jól csókolózok? Nagyon jól. Akkor még egyet? Igen. Bravo, egy Oscar nektek ezért a csókért. Smiley, ne szívasd őket. Végre Dima megtalálta a lelki társát. Oké, gyerünk az edzésre. Smiley, ne legyél féltékeny, inkább legyél Dianával. Nem tud jól csókolózni. A francba, Zsófi, miért vagyok ilyen ijesztő az utóbbi időben? Hát mi ez? Mik ezek a szempillák? Mi? Blondi, gyönyörű vagy. Én félek. Nem, Zsófi, te gyönyörű vagy. Nagyon szép szemöldököd van, hajad és szempilled, és nekem mi van? 3 fogvajom, ami kilóg a szememből. Blondi, gyönyörű szempilláid vannak, az én szempilláim olyanok, mint a tehének, nőnek mindenfelé. Tudod, mire jöttem rá, Zsófi? Mire? Mi mindketten ijesztőek vagyunk. Állj, szükségünk van a segítségedre. Drágám, kérlek. Csajok, mondjátok, segítek, ha tudok. Röviden állj, mi megnyitjuk a Szépségek Akadémiáját. Kell sok pénz új autóra. Hát nem mi, hanem Diana. Mi csak segítünk neki. Ó, csajok, tudjátok, hogy az én fizetésem nem olyan nagy. Nem tudok beleadni a kocsiba, azt tuti? Ice, várj, nem a pénzet kell, csak a kávézót kell az órákhoz. Hát nem csak a kávézó, meg kéne hívnod az összes lányt egy forró csokira. Oké, de ha veszel valami menő autót, akkor vinni fogod Ice-ot munkába. Oké! A Szépségek Akadémiája. Legyél a nyuszik suliának szépsége. Ezt találta ki Diana. És ki tette ki? Patkányok Akadémiája. Legyetek a legtoxikusabbak a suliba. Ezt pedig a patkány tette ki. Hello, fiúk! Diana, mi ez a szépségek vizéje? Kitaláltam a Szépségek Akadémiáját, és Jaja és Jana lekoppintották tőlünk, és kitalálták a Patkányok Akadémiáját. Csajok, minek ez nektek? Szépségek Akadémiája. Össze akarunk gyűjteni pénzt menő autóra. És a Patkányok Akadémiája ki? Jana és Jaja a suli patkányai. Röviden, Smiley, a csajok és én eldöntöttük, hogy veszek magamnak egy nagy kocsit. Kicsim. Fehéret piros ülésekkel, azzal megyünk majd a suliba. Menjünk félre egy kicsit, az ajtótól elem, nehogy valaki kivágja előttem. Mehetünk? Kicsi, majd én elviszlek. Smiley, igazából a csajok és én megegyeztünk, hogy együtt furikázzunk. Shoppingolni, kávézóba menni, de mehetsz velünk, okés? Oké. Röviden, csajok, van egy remek ötletem. Menjünk órára, és hívjunk meg mindenkit a mi Szépségek Akadémiájára, mielőtt azok a patkányok teszik meg, oké? Remek! Csajok, tarolni fogtok! Na csajok, menjünk a 11. osztályba, annyi résztvevő kell, amennyi csak lehet. Gyerünk! Elmentek a 11. osztályhoz, hogy meghívják őket. Akkor mi, Lajla, elmegyünk a 10-be. 11. osztály, csalódtam bennetek, egyáltalán nem tanultatok. Tanulunk, Mike tanár úr. Hihetetlen volt a csókom Dimával. Hello, Mike tanár úr. Fontos értesítést kell átadnunk. Igazából egy óra közepén vagyunk. Mike tanár úr, ez nagyon fontos. Köszönjük. Emberek, mi megnyitjuk a Szépségek Akadémiáját. Jöhet minden olyan lány, akinek nincs önbizalma. Igenis, lehet a suli abszolút királynője. És egyáltalán nem drága. Ez fontos. Mi az ára? Ha több mint 30 000 forint, akkor én nem megyek. Mit tudok ott tanulni tőletek? Csajok, azt tanuljátok, hogyan legyetek szépek, hogy legyen önbizalmatok, hogy jöjjetek be a fiúknak, és a végén a suli királynőjévé váltok. Tudjuk, hogy szeretnétek. Szeretném. Mikor kezdődik az óra? Emberek, tudjátok szépnek lenni? Igen, ti már szépek vagytok. Szépnek lenni nem személyes tulajdonság, hanem trend. Csajok, miről beszéltek? Mi ezt komolyan nem értjük, hogy miről van szó. Oké, gyáva, tudod, hogy miért nem érted? Mert nem vagy az akadémiánkban. Gyertek az akadémiánkra, csak 600 forint és jobbra fordul az életetek. És meg tudjátok hódítani bármelyik szép fiút a szépségetekkel. Nagyon-nagyon jó volt. Hogy mi? Stella csókja. Jobbak Dianáitól. Köszönj, megbolondultál, ne emlékezzes Dianára. Mi, Dima, neked továbbra is bejön Diana. Ne aggódj, csókolozz még egy kicsit Stellával is elmondani. Hát emberek, várunk titeket a Patkányok Akadémiáján a szünetben. A csapvíz ingyenes. No, no, nézd csak, milyen szépek és édesek, nekünk pedig csak egy darab papírunk van. Nekünk több van, mint egy papír, vannak szalvétáink is, hogyan legyél toxikus a suliban? És nem kell mindenkinek jónak lenni. Na csajok, sok sikert nekünk, szerintem sikerülni fog. Van valami gyenged álluk? Az a Patkányok Akadémiája. Náluk minden gyenge. Mi van csajok, hol van mindenki? Készen van a forró csoki. Ice, hamarosan jönnek. Szépségek Akadémiája. A belépő. Csajok, látogassatok meg minket! Csajok, van ingyen vízünk, vannak menő tanácsaink, amik jól lesznek az életben. Gyertek és látogassatok meg! Kérlek! Csajok!
Csajok, hello mindenkinek! Szeretnénk mindenkit üdvözölni a Szépségek Akadémiáján. Nagyon vártunk titeket. Kérlek, de nézzetek balra, de lesztek jól megtanítva. Ice? Igen, itt vagyok. Csajok, nektek ingyenes a forró csoki. Ti alahol kezdünk? Knopa, várj, elmondok mindent. Legyél óvatos a kezeiddel. És senki sem szeretne toxikus lenni ebben a suliban. Vak vagy, nem? Hamarosan vezetni fogjuk az új kocsinkat. Ingyenes forró csoki. Lajna, mit fogunk csinálni? Adhatok nekik tanácsokat ingyenesen? Szerintem el kellene vinnünk ezeket a tanácsokat a fiúknak. Lajla, megint remek vagy. És a mi zsulinkban nem lesznek toxikus lányok, hanem férfiak. Hát, Lajla, gyerünk! Nem, Jana, hallgassuk meg a Szépség Akadémiát ingyenesen. Na csajok, mindannyian tudjuk, hogy honnan kezdődik a lány igazi szépsége. A tiszta és ápolt bőrrel. Mint az enyém. A francba, ma elfelejtettem megmosni az arcomat. Csajok, az oké, hogy ma elfelejtettem arcot mosni? Julia, ne szégyeníts minket. Kezdődik. Julia, ma este ne felejts el arcot mosni. És csajok, szintén ápolnotok kell az arcotokat maszkokkal. Ki szeretné kipróbálni a mi maszkunkat? Én szeretném. Nagyon száraz a bőröm a szemeim alatt. Diana, ne használd el rajtuk az összes maszkot, inkább add nekem. Gyukodj le, ők fizették. Hát, első körben próbáljuk ki, Gigi-n. Csajok, nagyon tetszik, szerintem már most sokat tanultam. A fő dolog az, hogy megnőjenek a szempilleim, hallgassuk meg. Kész van. Tetszik. 10 percig kell viseled a maszkot. Nagy Gigi, vedd el, már benne vagy a szépségek klubjában. Köszi, Diana. Te okoska. Julia, láttad? Gigi, most én megyek. Szintén minden lány szépsége, a gyönyörű haja is. Igen? Ne hallgassátok Knopát, parókája van. Csajok, én azt tanácsolom nektek, hogy soha ne vasaljátok a hajatokat. Én egyenesítettem a szempilláimat. Egyenesítetted a szempilláidat? Igen, és kihullottak. Csajok, ne használjatok hajvasalót, főleg ne valami olcsót, az ellenség a hajatoknak. Lányoknak jó illata kell legyen, és nem pedig az egész iskolában bűzölögbiel, szóval használjatok friss és kellemes illatot, Julia, gyere! Igen, én tényleg szeretem a parfümöket, és jobban értem őket bárkitől. Igen, Julia, gyere és válasz egyet, most látni fogjátok Julia ízlése, jó vagy rossz? Ez víz, nem érzek semmit. Nem tetszik. Fúj. Itt egy parfüm. Julia. Csajok, jó ízlésem van? Julia, tudod, az a helyzet, hogy ez a kávézó légfrissítője. Tényleg? De jó az illata. Julia, ülj le. Hát akkor megtanítunk titeket, hogy választhatok jó parfümöt. Julia, sajnos nem kapod meg a Szépségek Akadémiája matricát. Lájla, a mi akadémiánk baklövés. Jana, pontosan. Ki kell találnunk valami újat? Hát találj ki te, én már fáradt vagyok. És így egy lánynak sem kellene viselnie provokatív sminkeket, ezért a suliban csak visszafogott árnyalatokat használunk. A buli az kivétel, oda használjatok erős sminket. Ice, készíts nekem egy koktélt és adj egy forró csokit a csajoknak. Igen. Csajok, milyen összejövetel ez? Már csengettek az órára, gyerünk mindenki! Mi vagyunk a Szépségek Akadémiája! Csajok, nézzétek, ez a szappan az, ami óvja a környezetet. Igen, állítsa le ezt a gyülekezőt. Valami nem engedélyezett dolgot csinálnak. Lányok, menjetek az órára. Csajok, átszámoltam, ez aztán mennyiség? Méri, tedd be a tégelybe, majd a következő szünetben folytatjuk, okés? De minket érdekel! Szeretnénk még, kaphatok még matricát? Szépségek Akadémiája matricát? Kaphatok egy matricát? Persze, csajok. Hát, tekintsétek magatokat már gyönyörűnek. Ne feledjétek, a következő tanfolyamért újra fizetni kell. Bankrotálni fognak. Hát mi új autót akarunk? Hamarosan. Srácok, fussatok a céljaitok után, és sikerülni fog. Lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornára, kapcsoljátok be az értesítéseket, és várjátok az új részeket. Hamarosan, Tali, és hello! Hamarosan kapunk új autót. Igen, mindenki le lesz sokkolva. Diana, én megtarthatnám ezt a tégelyt. Méri, nem, a tégely nálam lesz otthon.
Csajok, ne használjatok hajvasalót, főleg ne valami olcsót, az ellenfél a hajatoknak. És ki fogja kiválasztani a legfrissebb és legfinomabb? A francba, csajok, de én ma elfelejtettem arcot mosni. Ó, Júlia, ne szégyenkezz! És emberek, várunk titeket a kávézóban. Várunk ti... Egy, két, há? És emberek, várunk titeket a kávézóban.